Szinte minden autós lassít a Bátaszéki és a Szőlőhegy utcák találkozásában található zebránál. A gyalogos átkelőt néhány hónappal ezelőtt alakították ki itt, most pedig már jelzőlámpa is figyelmezteti a főúton haladókat. A körzet önkormányzati képviselője azt mondja, a biztonságos átkelés régi vágya volt a környéken élőknek. A választási ígéreteim közt ez is szerepelt, az óvoda és a játszótér mellett. A óvoda elkezdett épülni, szerencsére a játszótér megvalósult, a kerékpárút mellett van ivókút, szerencsére most már egy pihenőhelyjel. A beruházás nem terhelte Szekszárd költségvetését, a terület ugyanis állami fenntartásban van. Ez a gyalogátkelőhely, ez nagyon nehéz volt megvalósítani, mivel a magyar közútnak az úttestjén kell áthozni, és ezért nem is a városi költségvetésből készült ez a gyalogátkelő, hanem a magyar közút készítette. Innen néhány méterre egyébként a buszmegállót is felújították, azt a fejlesztést Szekszárd finanszírozta.